Hé, te! Biztos, hogy jól látok most! Különben ez a pók! Este, kimászik az ágyad alól! És... utána pedig megjelsz! Na, sziasztok srácok, itt vagyunk egy újabb videóban, és ma összegyűjtöttem nektek 5 rémisztő TikTok felvételt. Biztos mindenki ismeri ezt az alkalmazást, többnyire szórakoztató videók vannak általában, bár van ennek egy rémisztőbb oldala is, mint például amit most szedtem össze nektek, de mielőtt belekezdenénk a videóba, meg szeretnének titeket kérni, hogyha esetleg szeretnétek folytatást vagy hasonló tartalmat, akkor jelezzétek egy lájkkal vagy kommentbe írjátok meg, vagy akár közben a véleményeteket is, és engem azzal tudtok legjobban támogatni, hogy feliratkoztok, vagy benyomjátok a csengőt, és akkor még kaptok is napi értesítést a napi szintű tartalmamról. De nem is akarom húzni a szót, szerintem kezdjünk is bele. Az első felvételen annyi látszik, ahogy itt vagyunk egy épületnek a hátsó kiáratán, és egy biztonsági kamera azt rögzítette, ahogy egy fura, átlátszó alak mászkál. Előző videóm alatt írtátok, ami hasonló témában mozgott, hogy ez biztos csak egy meleg áramlat, de 1000%-ra mondom, hogy biztos, hogy nem, mivel lehetetlen lenne, hogy így mozogjon ilyen alakban. Az reálisabb lenne, hogy szerkesztett, és akkor így fel volt véve, mert általában az hamarabb lehetne igaz, hogy meg van szerkesztve. De minden esetre, hogyha ez tényleg valós lehet, akkor az felettébb ijesztő lehet. A második videóban egy lányt látunk táncolni az ágya mellett, és miközben táncol, a háttérben kinyitódik az ajtó, furának tartja, aztán odafordul és becsukja, elkezdi folytatni a táncolást, és ezután ismételten látszik, ahogy mozog a kilincs is egyébként, kinyitódik az ajtó, ott már kicsit furcsálja a dolgokat, de becsukja és elkezd megint táncolni, és végződésként harmadjára is kinyílik az ajtó. Egyébként ezt utólag fedeztem fel, de ott egy fekete hatalmas folt van, és ahogy odafigyel, eltűnik. Ezt így most vettem észre. Írjátok le kommentbe, hogy csak én látom, vagy tényleg van valami ott. A harmadik videó szerintem az egyik személyes kedvencem. Annyit látunk, hogy egy ablak konkrétan elkezdi magát kinyitni, nem kinyitni, hanem felfele tolni, amiben annyit tudok belekötni esetleg, hogyha ez hamis lehet, mert így mindenki nyilván azt gondolja, hogy hát felfele megy, arra biztos nem húzta senki, meg magától miért menne arra, hogy lehet, hogy visszafele volt lejátszó videó, és amúgy laza maga az ablak, és ezért lefele csúszott, és akkor is simán meg lehetett oldani, úgy nézzen ki, mintha felfele menne, de én simán el tudom képzelni, hogy ez valós videó lehet. Írjátok meg ti is kommentbe. A negyedik videóban egy temetőben vagyunk, és srácok, el nem hiszitek, szerintem ez a legijesztőbb az összes videó közül, mivel oda mennek az egyik sírhoz, egyik betontömb már kicsit ki van lazulva és meg van dőlve, pont van egy rés, amit megmutatnak, és kinyúlik egy kéz. Nagyon nehezen tudnám elképzelni, hogy szerkesztett, mivel annyira szerintem, annyira nem lehetnek már tényleg pofátlanok az emberek, hogy csak az miatt szétszednének egy sírt, vagy oda raknának egy sírt, hogy ezt fel tudják venni. Szóval ezt simán át tudom képzelni, hogy ez valós lehet. Nekem személy szerint ez a legijesztőbb. Az ötödik videóban egy lányt láthatunk, ahogy éppen egy fűzővel akarja megszorítani a derekát. Gondolom valami lifehacket mutat vagy táncol, azt pontosan nem tudjuk meg. És a háttérben egy titokzatos lény megmozdul, amit ő ott per pillanat nem vett észre, de utólag csinált egy olyan felvételt is, amiben lereagálta úgymond, hogy mi történt mögötte. Nyilván ezt is meg lehet játszani, de én simán el tudom képzelni, hogy ez megtörténhetett. És ahogy látjátok a másik felvétel, nagyon el se hiszi, hogy nem vette észre, és hogy az ott mi lehet. Wow. Na hát, igazából mára ennyit szedtem össze, remélem élveztétek a videót. Hogyha szeretnétek folytatást, akkor nyomjatok egy lájkot, vagy kommentbe írjátok meg, vagy magáról a videókra a véleményeteket. Általában mindig válaszolok, és ha szeretnétek támogatni, egy feliratkozásra meg tudjátok tenni, és ha benyomjátok a csengőt, akkor fogtok kapni a napi szintű tartalmamról értesítést, ami mindenkinek jó, és hát akkor találkozunk a következő videóban. Sziasztok!